Mrs. Hughes. Akkor lássunk munkához. Igen. Este ezt a ruhát akarod viselni? Igen. Nem, ezt nem. De hát maga Sir Charles tervezte. Na hát olyan is. Levetkőzöl szépen Halloweenre. Vetkőzöm? Ha azt hiszi, hogy még maga tanít meg, hogy hogyan legyek nő. Nem arra, hogy hogyan légy nő, hanem arra, hogy hogyan légy Desdemona. Nem akarok Desdemona lenni. Játszani sem akarok soha többé. Na nem. Ki követelted, hát ragad meg két marokra. Nem csak a szerepet ám, a színházat tartod a kezedben. Úgyhogy hagyd abba a sírást és vetkőz. Majd kócold össze a hajadat is. Nem, így csak csinosra budgyosítanád. Nem, se festett ajkak, se piros mozgás orca. Légy sápat, álmunkban kimegy a vér az arcán. Na már most Betelton 32 sorral játssza az utolsó jelenetet. 17-et mindig kihagy. Te vagy a nő. Én vagyok a férfi. Az ágyon kezdesz. Nem így, ez olyan, mint én! Te így szoktál aludni? Honnét tudjam, hogyan alszom? Alvás közben alszom! Ami magától nem jön, azt ne játszd meg! Nem úgy fortyog az urad órák óta, mint egy büszött gennyedő kelés? De... Na, most pedig beront a szobádba azzal, hogy imádkozz, mert különben meghalsz! Igen, de... Hát mi a szöveg? Meg akarsz ölni? Meg én. Az Úr érgalmazzon. Jó kislány, folytasd. Hogy szeretlek, csak az a bűnöm... Ne moccanj és ne szólj! Nagyon komolyan mondom. De Otello itt felém indul. Úgy? Úgy látod, hogy indulok? Az első sornál két lépést hátrálj, aztán es el. És ha nem jut eszembe, hogy elesek... Azt mondtam, ne moccanj! S lelkemre, nem! Kérdezd meg, hívd ide! Kérdezd meg, hívd ide! Kérdezd meg, hívd ide! Ez így könnyű! Kérdezd meg, hívd ide! Cassio nevére lutbőrőzik a háta! De hát nem mondja ki, hogy Cassio! Ah. Nem értem. Jágó szeretőt koholt Desdemónának. Bogarat tett a morfülébe, hát olyan kellett neki, aki hihető. Nem lehetett Jojo a süketnél. Jágó azért választotta Cassiót, mert Desdemónának tényleg tetszett a fiú. Tehát, mikor Otello kérdi, hát ki kell mondania, hogy hívd ide Cassiót, csak hogy alig bírja kimondani. De nem mondja ki a nevét. Nem. A következő hétsoros párbeszéd legyen gyors. Miért? Hamarabb kell a gyilkossághoz érnünk, mint ahogy várnák. De hogy mondjam gyorsan, hogy mondjuk csak egy imára? Nem, ez a rész nem a te dolgod, hanem a Móré. A Mór majd siet a szövegével, te csak felelj, amilyen gyorsan csak bírsz. Na, kezd! Jaj, elárulták, és én is elveszem. De szajha, még én előttem siratod! Kergess el inkább, csak ne ölj! Dögölj meg, ringyó! Ölj meg holnap! Nem, ha húzod! Ez fél óra! Döntöttem, nincs halasztás! Csak imára! Most már késő! Látod, mire nem jó egy próba? A sikoltást elterveztem. Annál jobb. Na, most vess az ágyra és ölj meg. Nem. De mindjárt be kell fejezni. Hagyjunk valamit a végére is. Valamiben mindig térj el a tervtől. Jó, ha rögtönzöl kicsit. Emlékezz, hogy idáig elpróbáltuk. És ahogy meghalsz... Lepj meg. De mi lesz, ha Mr. Betterton nem úgy játsza, ahogy te? Nem ő fogja eljátszani.